Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Fia, hogy hívnak és honnan jöttél? Hát én Csantavéri jöttem, a nevem Pajor Dénes. Nagymegyer. Magyar Kanizsáról. Igazából Kozmásról jöttem, de most csak Szeredában lakunk. Reáról. Én Csantavérről jöttem. Európa hajón vagyunk, és a 8. Szövetség az életért táborunknak egy nagy felajánlás ez az Európa hajó. Évről évre megkapjuk ezt a felajánlást, hogy ezeket a gyerekeket, akiket táboroztatunk, a Kárpát-medencei Árvahé és Nélsorsú gyerekek, Felvidékről, Kárpátaljáról, Csángóföldről, Székelyföldről, Vajdaságból, illetve az anyaországból, nekik egy felajánlása ez. Nagyon nehéz körülmények között élnek. Nincsen otthon vizesblokk, csak egy kinti kerti csap van, és az étel is egy mindennapos probléma. Őket is szerettük volna úgy elhívni, hogy ők is kapjanak egy ilyen lehetőséget. Van egy ilyen feladatunk, hogy beszélgessünk a gyerekekkel. Múltkor beszélgettünk, a téma az volt, hogy ki mit csinál otthon, és az egyik kis rácot kérdeztem, hogy miket szoktak ott csinálni, mondta, hogy dolgozni, és mást nem nagyon. És próbáltam megkérdezni, hogy és milyen neki. Elmondja, hogy tökre örül, mert hogy együtt a többiekkel is jól érzi magát. Volt egy kislány, vele ma beszéltem, ő mesélt, hogy neki volt egy bátyja, aki meghalt. Nagyszüleit nem ismerte. Változóak a körülmények. Vannak, akik családoktól jönnek otthonról, és viszonylag jó körülményekből érkeznek. Vannak, akik szintén családtól, de mély szegénységből, és sokan viszont állami gondozottak. Egy hétre jönnek a gyerekek, 600-an vannak a gyerekek, 160-170 kísérővel. Kettős célja van a táborunknak. Az egyik célja az, hogy a gyerekek megtapasztalják az odafigyelést, hogy rájuk szeretnénk igent mondani. A másik célja pedig az, hogy a hátrányos és nehéz sorsú gyerekeknek, akiknek az élet valamilyen szinten megvisel, ők kapjanak egy odafigyelést, ők kapjanak egy igent az életükre. Jobban az akvaréna tetszett, a tábor alatt, és ez a hajózás. Játszunk, fürdünk, szaladgálunk. Jó hangulat van, vidámak, kedvesek. Én jó érzem magam itt a táborban. Itten Budapesten itten jobban szeretek, mint az én falomban. De miért? Azért, mert itt sok mindent bírok csinálni. Itt nincs miért fejlegesedni, és nagyon jót játszunk, és más, mint otthon. Csobánkán a Cserkészparkban. Itt ez a bázisa igazából az egész tábornak, itt van a szállásunk, az étkezésénket, az esetek döntő többségében. Itt tartjuk, illetve a programoknak is, ami helyszínen vannak, amik nem külső helyszínen vannak, azok itt történnek. A mai napon akadályverseny van a gyerekek számára, itt a táboron belül van a kicsiknek, a kis altáboroknak az akadályversenye, és kinn a faluban pedig a nagy csapatoknak van az akadályverseny, ők körbejárják Csobánkát, és ott van bizonyos feladatsor, amit el kell végezniük. A támogatók nélkül nem jöhetne létre egyetlen egy táborunk sem, hiszen azért közel 800 ember van itt egy helyen, egy hétig. Az utazás, étkezés, a programok, ezek mind-mind akkora költségeket fetnek le, amit a támogatók nélkül soha nem tudnánk megcsinálni. Vannak rendszeres támogatóink, akik kezdetek óta velünk vannak, akik évek óta ilyen az Afrikai Magyar Társaság, Balogh Sándor és a csapata, a Magyar Falu Alapítvány, velük együtt van ugye a Gyerki.